Alig másfél év leforgása alatt a negyedik üzletemberi találkozót tartották ma a Magyar Kanizsán a szerbiai és a magyarországi üzletemberek részére, amelybe ezúttal erdélyi magyar vállalkozók is bekapcsolódtak. A találkozó fő témája a mezőgazdaság és az élelmiszer feldolgozás volt. Mányi Zoltán magyar kanizsai vállalkozó textil kiskereskedést működtet, de szeretné bővíteni vállalkozását. A mai találkozóra elsősorban tanulni, ismerkedni és tapasztalatokat gyűjteni érkezett. Magyarországon már vannak üzleti kapcsolataink, úgyhogy én bízom benne, hogy ők is mind jobban meg fognak jelenni a szerbiai piacon, illetve most a romániai cégekkel kapcsolatban még nincsenek tapasztalataink, de én bízom benne, hogy ők is érdekesnek találják a szerb piacot, úgyhogy én mindenképpen várok ettől előrelépéseket ezektől a találkozóktól. Dusan Musicki budapesti cége a szerbiai vállalkozók termékeinek kivitelét igyekszik megkönnyíteni az uniós és az orosz piacra. Mátremo de izuzetno bitno da se razvija ne samo prekogranična saradnja i robna razmena između Mađarske i Srbije kao dve najbliže da kažemo zemlje geografski povezane, nego je izuzetno bitno privrednicima iz obe zemlje omogućiti da izvoze van svoje teritorije i da iskoriste između ostalog i pogodnosti koje su date Republici Srbiji oko bescarinskog izvoza prema Ruskoj Federaciji, zemljama Kazahstana, Belorusije i tako dalje. Magyar Kanizsa polgármester helyettese szerint a sikeres üzleti kapcsolatok biztosítéka a személyes ismeretségek kialakítása. Én a továbbiakban is csak azt tudom hangsúlyozni, mint az előző három üzletember találkozó során, a személyes kapcsolat fontossága egy üzlet megkötésében úgy érzem, hogy semmivel nem hasonlítható össze, és ezek az üzletember találkozók arra vannak kitalálva, hogy a helyi, illetve a régióbeli vállalkozók megismerkedjenek magyarországi vállalkozásokkal, de egy más országokban valójakkal, hiszen az elmúlt alkalommal négyen voltak Oroszországból nálunk, jelen alkalommal pedig a romániai magyar üzletemberek egyesülete teszi képviseletét ezen az üzletember találkozón. Az üzletember találkozó résztvevőit Pintér Attila Magyarország belgrádi nagykövete köszöntötte. Kiemelte, hogy a szerb-magyar kereskedelmi kapcsolatok kedvezően alakulnak, azonban az évi 1 milliárd 800 millió eurós forgalom további növelése mellett véleménye szerint fontos volna a magyar tőke fokozott a beáramlása is az Európai Unióba tartó Szerbia számára. Az itteni gazdasági szereplőknek. Varga Imre, a Magyar-Szerb Üzleti Tanács főtitkára is előadást tartott a találkozón. A kis- és középvállalkozásokat ösztönző állami támogatások fontosságát emelte ki. Függetlenül attól, hogy a nagyon nagy cégeknek erre igazából olyan nagy szüksége nincs, de a kis- és középvállalkozásoknak pedig kifejezetten jól jön, hogyha az állami struktúrák megteremtik azokat a lehetőségeket, amelyek között, hogy úgy mondjam, szabadabban lehet mozogni. Most összességében ilyen tendenciákat látunk, tehát elégedettek vagyunk a történésekkel, de soha nem mondhatjuk azt, hogy minden nagyon tökéletes. Az erdélyi magyar vállalkozók szervezett keretek között először próbálnak kapcsolatokat teremteni a vajdasági piacon. Elsősorban lehetőségeket keresünk, hiszen nem volt még közvetlen kapcsolatfelvételünk. Nagyon sok mindenről tudtunk beszélni az este, amit látunk például a fűszer üzemnek az export lehetőségeit Romániába meg lehet oldani, illetve ott nagyon jelentős a húsfeldolgozóipar, tehát tudnánk területet találni, de millió még egy más lehetőséget lehet látni, illetve Magyarországon adott esetben sikerül közvetíteni olyan vállalkozók részére, akik szívesen meg tudnának jelenni a térségben, csak az alkalmat várják hozzá. A szakmai előadásokat és bemutatkozókat követően sor került a B2B üzletemberi találkozóra, amelyen az üzletemberek a konkrét üzleti lehetőségekről tárgyaltak egymással, aminek hozadéka remélhetőleg újabb üzleti kapcsolatok kialakulása lesz. Stúdiónk vendége Fejsztámár Róbert, Magyar Kanizsa község, pénzügyi, gazdasági és fejlesztési főosztályvezetője. Köszöntöm a stúdióban. Jó estét kívánok! Már több hasonló üzletember találkozót is szerveztek Magyar Kanizsán. Ezeknek a hatására, ezeknek következtében az elmúlt másfél évben létrejöttek új üzleti kapcsolatok, új üzleti vállalkozások Magyar Kanizsa községben?
Örömmel tudom azt mondani, hogy főleg a mezőgazdasági hozzáadott termék és nyersanyagtermelés területén alakultak ki együttműködések. Úgy látszik, hogy itt volt az az érintkezési pont, amit legjobban ki tudtak használni. Az igazat megvalva, borzasztóan nehéz a mezőgazdaság területén, hogyha maradunk a határ, mégiscsak létező határ átjárhatóságáról beszélni, hiszen ott az élelmiszeripari törvények, szabályozások eléggé megnehezítik ezeket a kapcsolatokat, de úgy látom, hogy az érdeklődés az időről időre ugyanakkora. Tehát ezzel azt akarom mondani, hogy azok, akik már üzletet kötnek, és már nem jönnek el az egyik üzletember találkozóra, azok helyett jönnek mások, hiszen itt elhangzott a riportban is, hogy volt olyan év, amikor az olasz partnerekkel próbáltunk együttműködni, most romániai magyar partnerekkel próbálunk együttműködni. Tehát valójában itt nem is az önkormányzattól van szó, hanem a vállalkozóktól, hiszen az önkormányzat csak a technikai hátteret biztosítja, és a szervezés biztosítja ehhez a fórumhoz. Minden más utána az úgymond négy szem közti találkozókon múlik, hogy ott üzlet születik-e, hogy megtalálják-e a számításokat, de úgy látom, hogy a mi helyi vállalkozóink is nagy örömmel és kitartással járnak ezekre a fórumokra, tehát ez azt jelenti, hogy mindig valaki közülük megtalálja a számítását. Egyébként a mezőgazdaság mellett mik még azok az ágazatok, melyek azok az ágazatok, amelyek mondjuk úgy, hogy érdeklődést találtanak ki a külföldi partnerek felől. Tehát tulajdonképpen mit kínál a magyar-kanizsai tágabb értelemben a tiszamenti régió a külföldi befektetőknek? Én ezt ketté választanám, hiszen hogyha régióról beszélünk, akkor inkább önkormányzatokról beszélünk, és az önkormányzatok főleg élhető és vállalkozásbarát infrastruktúrát és hátteret kínálnak a vállalkozóknak. Míg amikor a vállalkozóktól beszélünk, akkor legtöbb esetben mondjuk rá 10 üzleti kapcsolatból 8 főleg a kereskedelemre akar épülni. Tehát a külföldi termelő, gyártó szeretne viszont eladót találni. Itt Szerbiába szeretne termékforgalmazót találni itt Szerbiába. Sajnálatos módon nagyon kis százalékba jönnek olyanok, akik céget telepítenének át, vagy közös cégben gondolkodnának Szerbiában élő befektetőkkel, és itt hoznának létre új termelői kapacitásokat, hiszen a termelői kapacitás az, amelyik igazán munkahelyteremtő. Természetesen bizonyos szinten a kereskedelmi is, azonban az nem igazán adja meg a gazdasági alapot. Most picit beszélgessünk konkrétan a magyar-szerb üzleti kapcsolatokról. Melyek azok az előnyök, amelyek egy magyarországi cégnek érdekesek lehetnek itt Szerbiában, konkrétan magyar-kanizsai községben? Ez borzasztóan nehéz, hogy is mondjam, megfoghatóvá tenni a vállalkozóknak, hiszen mind földrajzilag, mind kulturálisan, mind szokásilag mi majdnem ugyanolyanok vagyunk, csak hát itt van köztünk egy határ. Így azok a termékek, azok a profilok, főleg mezőgazdaságról, hogyha beszélünk, ugyanaz a föld, ugyanaz a termékmennyiség, tehát nagyjából ugyanazokat a termelői mennyiségeket és kapacitásokat tudja felmutatni mindkét tábor, így valójában mi egyrésztről az orosz piacot szoktuk emlegetni, mint kiviteli lehetőség. Itt azonban az a probléma, hogy az orosz piac valóban nagy felszívó erejű, ebből adódóan nagy mennyiségű termékekre kíváncsi csak, és ennek a kicsi és a közepes vállalkozók nagyon nehezen tudnak megfelelni. Másrésztről pedig azt szoktuk mondani, hogy a régi Jugoszlávia, tehát a úgymond a balkáni, nyugat-balkáni országok felé lehet egy kapu, hiszen hogyha valaki szerbiai céggel, vagy a mi esetünkben inkább úgy mondanám, hogy vajdasági magyar partnerrel találja szembe magát, akkor egyrészt az üzletet ki lehet alakítani anyanyelvi szinten, majd pedig üzletelni a nyugat-balkáni országokba a mi embereink segítségével tudnak utána megint csak, hát majdnem anyanyelvi szinten, tehát a szerb, a horvát nyelvnek az ismerete az azért nálunk sokkal könnyebben megy kommunikáció szinten, mint a magyar vállalkozóknál. És konkrétan magyar-kanizsai helyi vállalkozók, tehát tőzsgyökeres magyar-kanizsai vállalkozók szállítanak Magyarországra?
Természetesen nagyon sok olyan vállalkozónk van, akiknek már az elmúlt 10-15 évben kialakult egyfajta együttműködési formájuk, vagy magyarországi cégekkel, és ott viszont eladással foglalkoznak, vagy pedig ők maguk hoztak létre leányvállalatokat Magyarországon, tehát itt van a székhely Vajdaságban, vagy éppen Magyarkanizsán, hogyha így kérdezzük, vagy tesszük fel a kérdést, és az anya cégnek egy telephelye van valahol Magyarországon is, így az árukereskedelem, a forgalmazás sokkal egyszerűbb. Tehát az erősebb vállalkozóink, ők feltalálták már magukat az elmúlt 10-15 évben. Azok, akik pedig most kezdik, vagy most keresik a piacot, ők pedig általában partnerre találnak, viszont eladóra találnak a magyarországi partnereknél, hiszen van, aki valamit el akar adni itt Szerbiába, a mi vállalkozóink közül pedig vannak olyanok, akik valamit el szeretnének adni, nem is Magyarországon, inkább Nyugat-Európába. De Magyarország egy ugró deszka ahhoz, hogy utána az áru eljusson Nyugat-Európába, hiszen ott már utána Magyarország után nincs határ. A mai üzletember találkozón romániai résztvevők is voltak. Lehet-e arra számítani a jövőben, hogy valamiféle kapcsolat alakul ki, üzleti kapcsolat a magyar-kanizsai vállalatok és romániai befektetők, vagy szintén romániai magyar vállalkozók között? Addig jutottunk el a mai nap folyamán, hogy megállapításra került néhány olyan stratégiai terület, ami mentén együtt tudunk dolgozni. Kiderült, hogy mind ahogy a riportban is elhangzott, az élelmiszeripar mentén mi, amit megtermelünk itt úgymond a fekete földben, azt nagyon nagy lehetőség van Romániában értékesíteni, hiszen ők nem rendelkeznek annyi termőfölddel, mint mi. Másrészt viszont nem csak mezőgazdasági területen, hanem érdekes mód az idegenforgalom területén is találtunk érintkezési pontokat, ami számomra is meglepő volt, de úgy látszik, hogy a hegyvidék kontra síkvidék, tehát hogy ez a kettő párosítás úgy látszik idegenforgalomban is meg tudja találni a számításait, úgyhogy a romániai befektetők aktívan érteklődtek gyógyvízhasznosítás, gyógyturizmus, falusi turizmus témakör iránt is. Úgyhogy én úgy gondolom, hogy az üzletember találkozónak ez is az egyik célja, hogy igaz, hogy meghatározunk egyfajta irányvonalat, egyfajta, mint ahogy most is a mezőgazdaság volt az irányvonal, azonban a beszélgetések során, a közös ebéd, a közös vacsora, a közös együtt töltött idő során kialakulnak olyan témakörök is, melyekre nem is gondoltunk, hogy közös érintkezési pontunk lehetne. Köszönjük szépen az információkat, Fejsztámmel Robertnek. Én is köszönöm a lehetőséget.